Megjelent az Agricola új típusú PK-20 szemenkénti vetőgépe, merev és teleszkópfázas 6 és 8 soros kivitelben. Természetesen nem csak mechanikus, hanem elektromos, izobusz alkalmas hajtásrendszerrel. A gép elsősorban az ipari növények vetésénél hoz új és páratlan műszaki megoldásokat. A kompakt konstrukció alacsony építésű, melynek súlypontja nagyon közel van a traktorhoz. Az 55 literes magtartály könnyen elérhető, a fedél egy egyszerű rögzítő szerkezettel zárható és nyitható, a tökéletes tömítettség biztosítása érdekében. Ugyanilyen egyszerű a mikrogranulátum tartály hozzáférhetősége és nyitása, zárása is. A vetőkocsi felfüggesztés egy masszív, persölyezett paralelogramma szerkezettel történik, ami könnyen javítható, ha kopások lépnének fel a rögzítéseknél. A paralelogramma felfüggesztésbe integrált a behúzó rúgó, mely a kocsi súlyával együtt megfelelő beállítással mintegy 215 kg csorosztja nyomást biztosít. Ez lehetővé teszi a mulcsba történő vetést, valamint a nóti rendszerbe illesztést. Az adagoló szerkezet meghajtása egy négyszög tengelyen elhelyezett meghajtó lánckerék és lánchajtás segítségével történik. A lánchajtás könnyen hozzáférhető és kezelhető. A magadagoló szerkezet hajtásláncába integrált a mikrogranulátum adagoló hajtása, egy flexibilis karbantartásmentes, zárt, hajlékony tengelyen keresztül. Ennek egyértelmű előnye, hogy szennyeződésektől teljes mértékben védett. Az Agricola PK20 különlegessége a mechanikus meghajtású gépeknél az olajfürdős kapcsolóhajtómű, amellyel a tőtáv állítható. Természetesen lehetőség van a teljesen izobusz kompatibilis elektromos hajtásra is. A vetőcsoroszja lényeges eleme a csoroszja csúcs, amely egy speciális hőkezelt acél nagyjából 9 fokos nyitásszöggel, ami garantálja, hogy a mag nagyobb vetési sebességeknél sem gurul el, ugyanis szinte beékelődik a magárokba. A csoroszja csúcs emellett könnyen és gyorsan cserélhető egy réselt rugós hüvely kiütésével, lengő rögzítése pedig lehetővé teszi a feszülésmentes beállítást is. A magadagolóból egy speciális magvezető cső vezeti a magokat a magárokba, amely nagyon lényeges elem a vetéspontosság biztosításához. A magokat az íves belső felületén úgy vezeti le, hogy azok a csőben ne pattogjanak ide-oda. A vetőcső könnyen ki- és beszerelhető, egy patent rögzítésnek köszönhetően. Az Agricola által fejlesztett és gyártott, erősített kivitelű csorosztja nyitótárcsák két soros, masszív csapágyait az SKF szállítja. A nyitótárcsák 9 fokos nyitásszöggel elővágják a csorosztja csúcs számára a magárkot. A 215 kg-os csorosztja nyomással a nyitótárcsák garantálják a beállított vetésmélységet. A mulcsvetéshez alkalmazható, a nyitótárcsák előtt V alakban elhelyezett csillagtárcsapár, melynek feladata a szármaradványok elterelése a nyitótárcsák elől. Látható, hogy állítócsapok áthelyezésével a csillagtárcsa kívánság szerint gyorsan és pontosan, szerszámok nélkül pozícionálható. A mélységállító kerekek Otico gyártmányúak, erősített lengőkarral és állítható sárkaparóval. Csapágyazásukért a japán Koyo felelős. A mélységállítás is egyszerűen és gyorsan elvégezhető egy állító emelőfő segítségével. A mélységállító kerekek egy mérlegkaron vannak az állító mechanizmussal összekötve, és mint ahogy ez látható, a kerekek egymástól függetlenül, de összekötve mozognak, a minél precízebb mélységszabályozás érdekében. A szintén Otico gyártmányú magnyomó kerék öntisztító gumival készül, átmérője 300 mm, a csapágyazása szintén Koyo. A magnyomó kerék szerszám nélkül könnyen és gyorsan állítható, rögzítő csapok áthelyezésével tehető munkahelyzetbe, és ugyanígy állítható a mélységi pozíciója is. Pontos beállításával jelentősen növelhetjük a mag és a talaj közötti érintkezést. Amennyiben a magnyomó kerekeket nem akarjuk használni, könnyen és gyorsan tárolási pozícióba helyezhetők. A következő műveletben a hátsó V-tömörítő kerekek állítását láthatjuk, mely szintén pillanatok alatt elvégezhető. A tömörítő kerekek nyomása több fokozatban növelhető vagy csökkenthető. Opcióként a dőlésszög állítása is lehetséges.
A magadagoló egység vákumos kivitelű, a speciális alumíniumház különleges bevonatának köszönhetően jobb a magáramlás. A magadagoló fedele gyorsan és egyszerűen leszerelhető, ha vetőtárcsát kell cserélni. A vákumház kiválóan tömített, hosszú élettartamú műanyagokkal. A magházban egy bronz ütközőlemez vezeti bele a magvezető csőbe a kioldott vetőmagot, annak érdekében, hogy a vetőcsőben át sima, egyenes vonalú mozgással kerüljön a mag a magárokba. Külön figyelmet érdemel a kifejezetten hosszú, több fokozatot, illetve lépcsőt magában foglaló bronz maglesodró. A leválasztáshoz 5 fokozat áll rendelkezésre. A maglesodró lemez precízen állítható, a magadagoló másik oldalán látható rugós rögzítő új beillesztésével az ívesen perforált állító lemezbe. Gyors, egyszerű és nem állítódik el. A magtartályból a magházon keresztül a vetőmag gyorsan és könnyen leüríthető, egy rugó feszítésű csappantyú fedél nyitásával, ha a vetőmagfajtát cserélni kell, vagy a vetést befejeztük. A mikrogranulátum szóró mennyiség állítása is egyszerű, a hajtó fogaskerékpár pillanatok alatt átcserélhető, ezáltal az áttétel 2 fokozatot biztosít. A finom beállítást a tartály hátsó részén elhelyezett, rugós tolózárat mozgató, ujjas állítókarral végezhetjük az íves perforációba rögzítéssel. Szintén gyors, egyszerű és nem állítódik el. Ugyancsak egyszerű az egytárcsás műtrágya csoroszja kezelése. Mivel az mulcsvetésre is alkalmas, így a vetőgép vázára szerelt. A mélységállítás szintén átdugható állító tüskékkel történik, az nem igényel szerszámot. A nyitótárcsa mellett a kifolyócső vég is szögben és magasságban állítható. Jól látható az állító mechanizmuson belül kialakított húzórugó, mely a nyitótárcsa biztonságát szolgálja azokra az esetekre, ha az például kőre futna. Amikor az Agricola vetőgépét nem mulcsra specifikálják, a műtrágya csoroszját a vetőkocsira építik. Ezáltal a műtrágya kijuttatása a maghoz viszonyított mélység és oldaltávolság vonatkozásban mindig pontosan ugyanaz. Az Agricola vetőgépének lényeges és különleges alkotóeleme a 900 literes központi műtrágya tartály, amely saválló rozsdamentes lemezből készül. A műtrágya adagolás elektrohidraulikus rendszerű, hidromotoros hajtással a traktorkabinból kényelmesen fokozatmentesen szabályozható. A pontos kijuttatást biztosító adagoló csigákat úgy helyezték el a vetőgép két oldalán, hogy azokhoz könnyen hozzá lehessen férni. A vetés végeztével a kihordó csövek és az adagoló szerkezet a fedél gyors kapcsolós nyitásával teljesen hozzáférhető, az adagoló csigák kivehetők és leüríthető, tisztítható ez a szerkezeti egység. A vetőgép két támasztó kereke állítható, oldalirányban eltolható, mivel a keréktartó vázelem független magától a vetőgép fővázától, ezáltal a kerekek nyomtávja is beállítható. Ez szintén egy plusz megoldás az Agricolától. Az Agricola új típusú PK20 szemenkénti vetőgépéről további információkat a Vektor Mezőgép Kft. Szakembereitől kérhet.